Advent második vasárnapján színvonalas produkciókat láthattak a dombovári középiskolások tolmácsolásában a rendezvényre kilátogató vendégek Dombováron, a Tinódi ház előtti téren. Először a Herceg Eszterházy Miklós szakközépiskola tanulói varázsolták el a közönséget Márai Sándor versidézetekkel és karácsonyi dalokkal, melynek stílusosan a következő címet adták: Nem lehet csoda nélkül élni. Az Iézs Gyula gimnázium tanulói verseszenés műsorral készültek, és az Apáczai Csere János szakgimnázium tanulói a betlehemi szokásokat elevenítették fel népdalokkal. A legkisebbeknek is kedveztek a szervezők, hiszen meghívták a Széltolók Együttest, hogy a Száncsengő című interaktív gyermekkoncertjükkel örvendeztessék meg a fiatalabb korosztályt. Sipos előtt lelkész gondolatai után Tobak Gábor önkormányzati képviselővel közösen gyújtották meg a második adventi gyertyát. Az ünnepi pillanatokhoz a Dombovári Zenész Egyesület játszott hangulathoz illő dallamokat.